Magyarország legnagyobb látogatható bivalycsordája tekinthető meg a Balatonfelvidéki Nemzeti Park gondozásában Kápolna pusztán. Jelenleg fejlesztésekkel bővül a bivajrezervátum. Ökoturisztikai célokat és akadálymentesítést is szolgál az a két pályázat, amelyek révén még komplexebb módon mutatják meg a Kis Balatont, kiállításokkal, piknikezőhelyekkel, mesélő sétaúttal. A mintegy 150-200 egyedből álló bivajállomány természetközeli környezetben él a Kis-Balaton szomszédságában. Kedvükre legelésznek, dagonyáznak a hatalmas birtokon. Az újranyitást követően pedig a látogatók száma is napról napra emelkedik, természetesen ennek a jó idő is az oka. Felújították a tanösvényeket, illetve szilárd burkolattal ellátva akadálymentesítették, és élményelemekkel egészítették ki a sétautat. Per pillanat két pályázat zajlik, és a két pályázat nyilvánvalóan egymásra épül, és kiegészítik egymást. Az egyik pályázatunk ökoturisztikai jellegű, hiszen ez bemutató hely is egyben, nem csak állattartás létesítménye, és az Interreg pályázati rendszerből osztrák-magyar együttműködés keretében valósul meg. A pályázat keretében elsősorban az akadálymentesítést tűztük ki célul. A Kápolna-pusztai bivajrezervátum nagyságrendben 40 ezer látogatót vonz évente, és eddig az eddigi lehetőségeink, infrastruktúra egyszerűen kevés lehetőséget biztosított. Erre jók a pályázat, és erre jó a mostani pályázat. A térség országgyűlési képviselője örömének adott hangot az átadási ünnepségen a fejlesztés megvalósulásáért. A két tél ugye azt tudja, hogy a legfőbb érték itt is, de itt különösen a természet. A természet egyrészt azért, mert ezt valóban meg kell védenünk, a két tél az ebben azonosul. Azt is lehet mondani, ugye, hogy ma mondják, hogy identitásához hozzátartozik a Kis Balaton világa, vagy távolabb a nemzet a Balaton felvidékhez is, a természetesen a Balaton felvidék területe. És büszkék vagyunk ezekre az értékekre, és hát természetesen ezeket az adottságokat kihasználva fejlődhet a turizmus is. Az akadálymentesítéssel kinyílnak a lehetőségek a fogyatékkal élők számára is, hangsúlyozta Szekeres Pál, miniszteri biztos. Ma már nagyon sok fogyatékos embernek van munkája, van lehetősége bizonyítani, és itt már adott a lehetőség, hogy nem csak mint ökoturista, hanem akár mint munkatárs is tudjon valaki dolgozni, hiszen adottak a lehetőségek, és én azt gondolom, hogy adottak a lehetőségek, a szemléleti oldalról is adódnak ezek. A köszöntőket követően a résztvevők bejárták a bivajrezervátum területét, megtekintették a beruházásokat. A közeljövőben a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szakmai vezetésével a mára invazív fajokkal benőtt egykori legelő területeket teszik rendbe, valamint istálló felújítással, bővítéssel és gépbeszerzéssel is kiegészül a beruházás. Ezen kívül megújul a fogadóépület belső tere, és az istállóban állandó kiállító teret valósítanak meg.